A címvédőt már legyőzte, most a döntőbe jutásért visz Siklósi Gergely. Több sportágban is értékes pontot szereztek a magyarok. Több országban is tüntettek a korlátozások ellen, közben terjed a delta, továbbra sincs jobb megoldás, mint az oltás. Migránsokat szállíthatott a sofőr, el akart menekülni a rendőrök elől, a kocsi az árokba csapódott, négyen meghaltak. Súlyos baleset történt Horvátországban, 10 meghaltak és több tucatnyian megsérültek, amikor egy busz letért az útról és felborult. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Józsanett vagyok. Nagy nemzetközi lobbihálózat áll a Magyarországgal szembeni támadások mögött. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter szerint az Európai Bizottságnak az a fő kifogása a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban, hogy az LMBTQ aktivisták nem mehetnek be az iskolákba és az óvodákba. Szijjártó Péter szerint Brüsszel zsarolásra használja az Európai Uniós forrásokat, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a pénzügyeket és a politikai ügyeket soha senki ne keverje össze Európában. Egy nagy nemzetközi lobbihálózat nyomásgyakorlása áll a magyar gyermekvédelmi törvénnyel szembeni támadás mögött, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter azt mondta, a brüsszeli vezetés által elküldött 54 oldalas kritika alapvetően egyetlen dologra vezethető vissza. Az Európai Bizottságnak alapvetően egy nagy problémája van a magyar gyermekvédelmi törvénnyel. Ez pedig az, hogy innentől kezdve világossá vált, hogy az LMBTQ aktivisták nem mehetnek be az iskolákba, nem mehetnek be az óvodákba, és nem beszélhetik tele kényük, kedvük szerint a magyar gyerekek fejét, nem fejthetnek ki nekik olyan propagandát, amely a nem megváltoztatására, vagy a homoszexualitás népszerűsítésére irányul. A balliberális brüsszeli vezetés demokrácia felfogására is felhívta a figyelmet a külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, világossá vált az elmúlt években, hogy ők nem demokraták, mert a demokrata elfogadja, ha valakinek más véleménye van, megpróbálja megérteni és érvelni próbál a saját álláspontja mellett. Az, amit ők demokrácia alatt értenek, meg európaiság alatt értenek, az nem más, mint egy elképesztő véleményterror, egy véleményhegemónia. Egyet lehet velük érteni, akkor rendben vagy, akkor elfogadnak, ha nem értesz velük egyet, akkor kirekesztenek. Ennyit az ő demokrácia felfogásukról és a tolerancia felfogásukról. Szijjártó Péter szavai szerint a brüsszeli intézmények nem általanak zsarolásra használni Európai Uniós forrásokat. Ezért is kell mindent megtenni annak érdekében, hogy az európai pénzügyeket és az európai politikai ügyeket soha senki ne keverhesse össze, mert ha ezt a kettőt össze lehet keverni, akkor abból pont az jön létre, mint most, vagyis hogy brüsszeli intézmények politikai alapon zsarolásra használnak európai pénzügyi forrásokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság teljesítménye uniós források nélkül is jelentősen növekedni fog, a kormány pedig minden erővel azon dolgozik, hogy a gazdasági növekedés elérje az 5,5%-ot. Ha ez megvalósul, akkor a gyermekeket nevelő családok jövőre visszakapják az idén befizetett személyi jövedelemadójukat. Nemzeti konzultáció. A kormány adóvisszatérítési kezdeményezése is témája a most zajló nemzeti konzultációnak. De a sokat támadott gyermekvédelmi törvényről is elmondhatják a véleményüket a magyarok. Orbán Viktor miniszterelnök pedig a héten azt is bejelentette, hogy a témáról népszavazást is kezdeményez a kormány. Miközben Nyugat-Európa még tagadja, hogy a gyerekeknek akarják népszerűsíteni az LMBTQ tartalmakat, addig Amerikában ezt nyíltan vállalják. Jó példa erre a hamarosan megjelenő új Hamupipőke film, amiben a tündérkeresztanya szerepét egy férfi alakítja. Billy Porter ráadásul nem is tagadja, hogy az LMBTQ közösség hangja akar lenni. A színész szerint ugyanis a varázslatnak nincs neme. Az új Hamupipőke filmben tündérkeresztanya karakterét egy homoszexuális fekete férfi alakítja, erről ír az Origó. Alapszerint a klasszikus tündérmesének bár számos változata van, de a most készülő musical nem lesz más, mint egy újabb LMBTQ propagandafilm. A karaktert megformáló Billy Porter ezt nem is tagadja. A portál az Emmy-díjas színész nyilatkozatait szemlézve azt írja, a genderfluiditást, vagyis a nemek állandó megváltoztatásának lehetőségét akarja népszerűsíteni a gyerekeknek. Magic has no gender.
A varázslatnak nincs neme, ezért Tündér Keresztanya karakterét úgy formáltam meg, hogy az nem semleges legyen. Erről az amerikai CBS News nevű portálnak beszélt Billy Porter márciusban, a készülő Hamupipőke film kapcsán. Bár ez egy klasszikus tündérmese, de az új generációnak szól. És azt gondolom, az új generáció, szóval a gyerekek készen állnak arra, hogy genderfluidok legyenek, és ezt csak a felnőttek akadályozzák, fogalmazott az amerikai színész, aki más nyilatkozataiban is azt hangsúlyozta, Tündér Keresztanya szerepén keresztül az LMBTQ közösség hangja akar lenni. Elképzelt valóságban játszódnak. Nyugat-Európa egyelőre tagadja, hogy a gyerekek körében akarják népszerűsíteni az LMBTQ tartalmakat. Erről Trombitás Kristóf beszélt az M1-en. A publicista azt mondta, a baloldal itthon úgy állítja be, mintha elképzelt valóság lenne, hogy a gyerekek védelme helyett az LMBTQ lobby érdekeit tartják szem előtt. Egyszerűen azt próbálják beadni az embereknek, hogy Nyugat-Európában az LMBTQ lobby nem ezerrel próbálja megszerezni a gyerekeknek a befolyásolhatóságát, és nem ezerrel próbálja meg azt, hogy már a legkisebb, legvégtelenebb korban egy olyan eszmeiség kialakuljon bennük, amelyet a későbbiekben már nem fognak megkérdőjelezni, hiszen a szociális érésüknek egy olyan szakaszában éri őket ez az egész propaganda, amikor még kevéssé kérdőjeleznek meg mindent. A publicista hozzátette, a Századik Alapítvány és a Nézőpont Intézet felmérése is azt mutatja, hogy a magyarok többsége egyértelműen elutasítja a kiskorúakat célzó szexuális propagandát. Egymás után csapnak le a rendőrök a hétvégén az embercsempészekre. Az elmúlt órákban az M1-es és az M6-os autópályán is intézkedtek, több esetben is üldözniük kellett a bűnözőket, akik megpróbáltak elszökni. A számokból is látszik, hogy nő a migrációs nyomás. Sokan ráadásul oltás nélkül érkeznek Európába, és sokszor az alapvető egészségügyi szabályokat sem tartják be. A kormány szerint azért migráns stopra lenne szükség. Erre a kérdésre is várják a választ a nemzeti konzultációban. Afrikai migránsok ülnek ennek a háznak a tövében, illegális határátlépésre várnak a magyar határ szerb oldalán, csak úgy, mint ez a másik csoport, akik nemrég érkeztek a környékre. A látvány már mindennapos, hiszen az illegális bevándorlók szinte ellepik a falut, beköltöznek az üresen álló házakba, és gyakran azokba is bemennek, amelyekben a helyiek élnek. Majdány lakói a kapukra kiragasztott arab nyelvű figyelmeztetéseket tettek ki, így próbálják védeni a tulajdonukat. Ezen például az áll, ne lépj be a házba, itt emberek élnek. Sokan úgy gondolják, ez sem elég, a határsértők ugyanis már sokkal többen vannak, mint a helyiek, aminek az lehet a vége, hogy Majdány teljesen elnéptelenedik, és migránsok lakta településsé válik, ahonnan rendszeresen próbálnak majd illegálisan Magyarországra jutni. A magyar határ közben már most is nyomás alatt van, a próbálkozások folyamatosak. Ezt a 11 migráns szombaton fogták el a rendőrök az M1-es autópályán. Egy román embercsempész szállította őket, de nem jutottak messzire. Később is folytatódtak az elfogások, öt magát szírnek valló férfit Baja közelében, Bátmonostornál fogtak el. Egy magyar embercsempész szállította őket, aki megpróbált elmenekülni, de a rendőrök két órán belül elfogták. Csak úgy, mint ezt a másik csempészt is, aki az M6-os autópályán próbált elmenekülni a rendőrök elől. Közben elveszítette uralmát a jármű felett, és a szalagkorlátot átszakítva az árokba csapódott. Többen meghaltak, a gyanú szerint az embercsempész migránsokat szállított. A balesetben 4 fő elhalálozott, 3 fő további sérültet pedig mentőhelikopterrel szállított a kórházba. Európa szerte egyre nő a migrációs nyomás, a járvány utáni enyhítések óta pedig egyre többen próbálnak Európába szökni. Magyarországra 3-szor annyian jöttek eddig idén, mint tavaly egész évben. Sokan oltás nélkül érkeznek nagy tömegben, figyelmen kívül hagyva az egészségügyi szabályokat. A magyar kormány ezért is foglalkozik a bevándorlás témájával az új nemzeti konzultációban. A 13. kérdés úgy fogalmaz, vannak, akik szerint a járvány utáni 2 évben járványügyi migránsstopra van szükség, teljesen le kell zárni a határokat a migránsok előtt, mert újabb vírusmutációkat hurcolnak be Magyarországra. Ahogy írják, a brüsszeli bürokraták szerint nem szabad visszautasítani a járvány idején érkező migránsok befogadását. A kormány erre is várja
a választ. Egy ilyen veszélyes járvány idején, hogyha alapvető ellenőrzés nélkül érkeznek be emberek az Európai Unió területére, az már önmagában egy súlyos egészségügyi kockázatot jelent. Szakértők közben arról beszélnek, egyértelmű, hogy a migránsok egészségügyi kockázatot jelentenek, de biztonsági szempontból is szükség lehet a migránsstopra, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Ha az Európai Unió nyugati országai elszánnák magukat arra, hogy valóban ezt a stoppot kihasználnák arra a biztonsági szerve, hogy egyrészt akik már beérkeztek, újra átszűrik, másrészt akik jogosulatlanul tartózkodnak az unió területén, azoknak a visszatoloncolását felgyorsítják, akkor sikerülhetne ezt a biztonsági hátralékot, ami az elmúlt évek során fölhalmozódott Nyugat-Európában ledolgozni, akkor egy sokkal nyugodtabb viszonyok köszönhetnének be Európába. A járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációt augusztus 25-ig lehet kitölteni, a válaszokat papír alapon és online is várják. Napról napra nő a beoltottak száma itthon, de még mindig sokan nem kérték a védőoltást. A 60 év felettiek 15%-a például még most sincs beoltva. Nekik a kormány oltási akciót szervez augusztustól. Házi orvosok és egyetemisták keresik majd őket. A következő lépésben pedig a 12-15 év közöttieket oltják majd iskola kezdés előtt. Adategyeztetés a bejáratnál, a beleegyező nyilatkozat kitöltése majd irány az oltóhely. Hónapok óta így adják be a koronavírus elleni védőoltást felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Azért tartom fontosnak, hogy ugye védettséget adjon nekem az oltás is, hogy ne legyek beteg. Másrészt meg azért, hogy tudjak mindenfele menni. Vasárnap csaknem 200-an, a héten pedig 2000-en kapták meg az első vagy a második dózist Pécsen. Egyre több a fiatal, akik azért kérik a védőoltást, mert így nyugodtabban mehetnek szórakozni. Egy biztonságérzetet is adhat, el lehet menni barátokhoz, közösségbe, lehet beszélgetni, zárt helyre is el lehet menni, nem lesz probléma. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában most 3, hétköznapokon pedig 9 oltóponton várják a pácienseket. Többféle vakcinával oltanak, válogatni is lehet, így mindig van jelentkező. Olyanok is regisztrálnak, akik eddig nem kaphatták meg a védőoltást. Szerencsére enyhébb lefolyású volt, de féltettem a gyerekeimet, a páromat, hogy esetleg ők is elkapják a munkatársaimat. De szerencsére ők átvészelték úgy, hogy nem kapták el tőlem a betegséget. A vakcina országszerte elérhető, a regisztráció után 1-2 nappal mindenkit beoltanak. 3 millióan még nem jelentkeztek. Az esetleges negyedik hullám erőssége viszont az átoltottságtól függ, ezért a kormány az iskolákban augusztus 30-án és 31-én oltási akciót szervez a 12 és 15 éveseknek. És a 60 év felettiek 15%-a sem kérte még a vakcinát, őket személyesen keresik meg házi orvosok és egészségügyi hallgatók augusztus 1-től. Írásban kell nyilatkozni a védőoltás elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezt a nyilatkozatot később meg lehet változtatni. Személyesen fogják megkeresni ezeket a személyeket, lesz egy igazolványuk, amivel igazolni fogják magukat, hogy ők a megyei oltási munkacsoport megbízásából keresik fel őket, és ebben a szervezeti formában így egyenként a kapcsolatfelvétellel fogjuk megoldani azt, hogy a 60 éven felülieket oltani tudjuk, ők 470 ezeren vannak még, akik nem vették fel az oltást. A magyar oltási program az egyik legsikeresebb az Európai Unióban, mintegy 2 hónappal előzzük meg a többi tagállamot. Itthon vakcinabőség van, ami arra is lehetőséget teremt, hogy július elejétől már a szomszédországok állampolgárait is beoltják nálunk. A Magyar Nemzet információi szerint alig 3 hét alatt csak nem 10.500 külföldi kérte így az oltást, és 78%-uk a magyar védettségigazolványt is igényelte. A járványügyi korlátozások ellen tüntettek több európai országban is. A koronavírus delta variánsa miatt ugyanis egyre több helyen nő a fertőzöttek száma, ezért sorra szigorítják a szabályokat. Görögországban a kötelező oltás miatt tiltakoztak. Franciaországban és Olaszországban azért tüntettek, mert egyre több szolgáltatást kötnek oltási igazoláshoz. Londonban már a szeptemberre tervezett szigorítások miatt vonultak az utcákra, Sydneyben pedig a zárlat miatt tiltakoztak. Csatatéri változott Athén belvárosa szombatijjel, miután összecsapásokba torkollott a járványügyi korlátozások elleni tüntetés. A rendbontók gyújtogattak és molotov koktélokkal támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal válaszoltak, végül pedig vízágyúval oszlatták a tömeget.
A görög fővárosban több ezeren vonultak utcára, mert a kormány kötelezővé tette a koronavírus elleni védőoltást több munkakörben, például az egészségügyben dolgozóknak. Aki pedig nem hajlandó felvenni a vakcinát, az elveszíti a munkáját. Ez nem egy oltás ellenes megmozdulás, mi csak a szabad döntés lehetőségét akarjuk visszakapni, mondta a tüntetés egyik vezetője. A francia kormány a görögökkel egy időben jelentett be olyan korlátozásokat, ami sokaknak nem tetszik. Országszerte tízezrek vonultak az utcára, hogy az új járványügyi korlátozások ellen tiltakozzanak. A kormány ugyanis szerdától védettségi igazolványhoz köti például a múzeumok vagy az edzőtermek látogatását. Augusztus 1-től pedig még több helyen kérik a dokumentumot, miután a koronavírus fertőzőbb delta variánsa miatt egyre több az új beteg. Párizsban rövid idő alatt zavargással fajult a békés demonstráció, a rendbontók székekkel, kövekkel és palackokkal dobálták a rendőröket, végül itt is csak könnygázzal és vízágyúval sikerült megfékezni a tömeget. Jóval békésebb megmozdulást tartottak Rómában, az ok azonban hasonló. Az olasz kormány ugyanis augusztus 6-ától védettségi igazolványhoz köti, például az edzőtermek, a mozik és az éttermek belső tereinek látogatását. Azért döntöttek így, mert nem szeretnék ismét lezárni az országot, és ezzel visszavetni a gazdaságot. A zöld igazolvány igazságtalan, a szabadságunk korlátozása alkotmányellenes, mégis előírja egy rendelet. Az alkotmánybíróság felül fogja bírálni, és remélhetőleg a következő hónapokban megszünteti ezt az intézkedést, vélekedett egy római férfi. Londonban is utcára vonultak az emberek, annak ellenére, hogy a brit kormány hétfőn feloldotta a járványügyi korlátozások nagy részét. Ezzel egy időben azonban bejelentették, hogy szeptember végétől a tömegrendezvények látogatását oltási igazoláshoz kötik. Ez váltotta ki a tiltakozást. Tüntetés volt az ausztráliai Sydneyben is. Az 5 milliós nagyváros ugyanis 4 hete vesztek zár alatt van, miután egyre több embernél mutatják ki a delta variánst. Ami szombaton Sydneyben történt, az teljesen önző és önpusztító volt. Ráadásul nem érheti el a célját, nem rövidíti le a karantént. Csak a lezárások meghosszabbítását kockáztatták. Ugyanezen a napon 100 000 ember cselekedett helyesen és teszteltette magát, további 40 000 felvette az oltást Új-Dél-Walesben. Sydney több millió lakója pedig betartotta a korlátozásokat. Ők rövidítik meg a karantént, nyilatkozta a miniszterelnök. A hatóságok szerint ugyanis a tüntetők között könnyen terjedhetett a koronavírus, így ismét megnőhet a fertőzöttek száma, pedig már most is az elmúlt egy év legrosszabb járványadatait mérik. Szlovákiában az egészségügyi minisztérium tényekkel igazolta az oltás előnyeit. Kimutatták, hogy az oltás lehetséges veszélyei és költségei messze eltörpülnek a koronavírus járvány költségei és veszélyei mellett. Az oltási kampány nem haladt túl jól, és az átoltottságban továbbra is nagyok a regionális különbségek. Szerbiában Magyarország példáját követve lehetővé tennék a harmadik védőoltást, erről néhány nap múlva döntenek. Közben az országban lelassult az oltási kampány, főleg a 18 és 30 év közötti fiatalok közül kérik kevesen a vakcinát. Pető Attila jelentkezett Szabadkáról. 18%-uk oltakozott eddig az egész országban, tehát ők az a csoport, akik a leginkább óckodnak, hogy így fogalmazzak az oltakozástól. Körülbelül a lakosság, a felnőtt lakosság fele oltakozott eddig itt Szerbiában, és hangsúlyozzák is az egészségügyi szakemberek, illetve az államvezetés is, hogy ez sajnos nem elég ahhoz, hogy a járványhullám, a következő járványhullám, ami már el is kezdődött valójában itt Szerbiában, az kivéthető legyen. Mérsékelni lehetne egyébként ezt a járványhullámot azzal, hogy minél többen oltakoznának. Súlyos baleset történt Horvátországban. Egy turistabusz lesodródott az autópályáról, majd felborult. Horvát sajtóértesülések szerint 10 ember meghalt és 45-en megsérültek. 15-en közülük életveszélyes állapotban vannak, köztük egy kislány is. A baleset a Zágrábtól a szerb határig vezető autópályán történt, a kelet-horvátországi Slavonski Brod közelében. A koszovói rendszámú busz Németországból tartott a koszovói főváros Pristina felé. Azt még nem tudni, miért ért le az útról. Lecsapott az Infa tájfun Shanghai környékére, több ezer repülőjáratot töröltek, sok helyen nem járnak a vonatok és a metrók sem, több kikötőt is lezártak. A meteorológusok szerint egyes területeken néhány óra alatt akár 350 mm-nyi csapadék is eshet. Magyarországon átlagosan fél év alatt esik ennyi eső.
Csónakokkal mentik a lakókat elárasztott házaikból Kína keleti részén. Az Infa, vagyis a tűzijáték nevet viselő tájfun vasárnap csapott le Sanghaj környékére. 140 km/órás szelet és rengeteg esőt hozott magával. A meteorológusok szerint egyes helyeken néhány óra alatt akár 350 mm-nyi csapadék is hullhat. Magyarországon átlagosan fél év alatt esik ennyi eső. A 26 millió Sanghajban és környékén a tájfun miatt részben leállt a metró közlekedés, a kikötőből több tucat hajót biztonságosabb helyre vontattak. Bezártak a boltok és az iskolák, sok helyen a vonatok sem járnak. Disneyland sem látogatható átmenetileg. Kína legnagyobb és leggazdagabb ipari városában és a csaknem 200 kilométerre fekvő Hangzhou településen minden vasárnapi repülőjáratot töröltek. A légitársaságok fel fogják ajánlani az utasoknak, hogy átfoglalást vagy visszatérítést is kérhetnek majd. Azok az utasok fordulhatnak ezügyben a légitársaságok ügyfélszolgálataihoz, akiknek törölték a járatát vagy nagy késéssel indultak volna, mondta az egyik érintett repülőtér alkalmazottja. Kína középső részén már napok óta rekordáradások pusztítanak a heves esőzések miatt. Több mint 1 millió embernek kellett elhagynia az otthonát. A természeti katasztrófában már csaknem 60-an haltak meg. Ahogy kiderültek a felvételi ponthatárok, már be is indult az albérletkeresés. A járvány hatásai miatt a diákok most jobb helyzetben vannak, mint a korábbi években. Kínálat is van bőven, és az árak is kedvezőbbek. Ingatlan szakértők szerint a bérleti díjak Budapesten és vidéken is alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt. A Pécsi Tudományegyetemre vettek föl a bölcsészettudományi karra. Angol történelem szakos tanár lesz Viktória, már elkezdte tervezni a következő éveket. Elsőként a lakhatásáról kell gondoskodnia. Kollégiumba szeretne menni, de ha nem veszik fel, akkor marad az albérlet. Ebben az esetben diáktársaival szeretne közösen költözni, azért, hogy csökkenjenek a költségek. A kollégium az elsődleges, de az albérletnek az ötletét sem vetettem el. El van mentve néhány albérlet már arra az esetre, ha a kollégium nem sikerülne, bár nekem az a legfontosabb, hogy tudjak hol aludni és tanulni. Ez egy 70 négyzetméteres lakás. A pontok kihirdetése óta egyre többen érdeklődnek a kiadó albérletek iránt. Választék van bőven, országszerte 18 000 hirdetésből lehet választani. A legnépszerűbbek ugye a belvárosi lakások jó tömegközlekedéssel, vagy kis stúdiólakások, vagy pedig nappali egyhálószobás, ugye ez még könnyen megfizethető, illetve van olyan, amikor a költségeknek a minimalizálására több diák egybe költözik egy lakásba, és akkor a külön nyíló háromszobás lakások azok nagyon népszerűek tudnak lenni. Az ingatlan szakértők szerint a bérleti díjak Budapesten és vidéken is alacsonyabbak, mint tavaly júniusban. Budapesten átlagosan 140 ezer forintot kell fizetni egy kiadó lakásért, ami 10 ezer forinttal olcsóbb, mint tavaly ilyenkor. Nyugat-Magyarországon 100-110 ezer forint az albérleti díj, Szegeden, Pécsen 90-100 ezer, Kelet-Magyarországon 85-90 ezer forintot kell fizetni. Az is a diákok malmára hajtja a vizet, hogy a rövidtávú lakáskiadás elszívó ereje az albérletpiacon még nem jelentkezik, hiszen nincsenek még külföldi turisták, akiknek a tulajdonosok akár néhány éjszakára bérbe tudnák adni szálláshelyként ezeket az ingatlanokat. A fővárosban a legtöbb lakást az egyetemek környékén, az 5., 9., 11. kerületben adják ki. Népszerűnek számít a Semmelweis Egyetem környéke is. Az intézménybe idén csaknem 2300 hallgatót vettek fel. Az egészségtudományi területen ide jelentkeztek a legtöbben. Azért is öröm, mert az ember azt gondolná, hogy ez a Covid, ahol az orvos és egészségtudományban dolgozók hát nem kicsit lettek leterhelve, hogy ez elveszi a fiatalok kedvét, és nagyon örömmel, nagy örömmel láttuk, hogy ennek pont az ellenkezője igaz. A legtöbb hallgatót a felsőoktatási intézmények közül az ELTE, a Debreceni Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem vette fel. Az idei év legmagasabb pontszáma 492 volt, ezzel az eredménnyel lehetett bejutni az ELTE matematika olasz tanár szakára, ez azonban csak egy diáknak sikerült. Azok, akik nem nyertek felvételt, a pótfelvételén még eséllyel indulhatnak a meghirdetett helyekért.
Idén is népszerű a nyári diákmunkaprogram, már több mint 23 ezeren vesznek részt benne. A legtöbben az önkormányzatoknál vállalnak munkát, de sokan választják a vendéglátást is. Egyes munkakörökben akár 164 ezer forintot is lehet keresni. A munkaadóknak is megéri belépni a programra, az állam ugyanis átvállalja a fiatalok fizetésének a 2/3-át. Idén először jelentkezett a nyári diák munkaprogramba ez a 16 éves diák. A jelesi hivatalban céges és önkormányzati állások között választhatott. Azt mondja, balatonszárszóiként egyértelmű volt számára, hogy a strandon vállal munkát. Július óta a beléptetésnél segíti a fürdőzőket. 6 órában dolgozok napi, és bruttó 126 ezeret keresek, és szerintem ezt majd valami telefonra vagy elektronikai készülékre fogom költeni. A szakképzettséget igénylő munkakör esetében akár 164 ezer forintot is kaphatnak a diákok. Ezek alapján, az adatok alapján kellene felrögzíteni. Simon Veronika idén érettségizett. Azt mondja, ez a második nyár, hogy a program keretében a Vonyarcvashegyi Turinform irodában dolgozik. Egyetemre szeretnék menni, és ezért dolgozom, hogy annak a tandíjába bele tudjak szállni, és segítsem a szüleimet is. A nyári diákmunkaprogram a munkaadóknak is megéri, az állam ugyanis bértámogatást biztosít hozzá. Cégek esetében a fiatalok fizetésének 2/3-át, az önkormányzatoknál dolgozó diákoknál pedig a teljes munkabérköltséget átvállalja. A Balatonszárszói Önkormányzat turisztikai referense azt mondta, a diákmunkának ugyan több évtizedes hagyománya van a Balaton körül, de idén minden korábbinál jobban becsülik a motivált fiatalokat. Ebben az évben különösen munkaerőhiánnyal küzd a szakma, az ágazat, a turisztika és a kulturális ágazat. 15-16-17 éves diákok segítenek nekünk itt a központi strandon, és a turisztika kulturális kollégáknak is a rendezvényszervezésekben. Az idei szezonban eddig mintegy 3000 diák vállalt munkát a turizmusban és a vendéglátásban, de a legtöbben mintegy 20 000-en az önkormányzatoknál dolgoznak, közölte a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban. Bodó Sándor azt mondta, a nyári diákmunkaprogram azért is népszerű, mert a diákok szabályos munkaszerződést kapnak, amiben rögzítik a pontos feladatkört és a fizetést is. Még mindig van lehetőség arra, hogy a diákok jelentkezzenek, a járási foglalkoztatási osztályokon adminisztrálhatják magukat. A munkakörök továbbra is változatosak, a választást a diákokra, a tanulókra bízzuk. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az elmúlt 9 évben több mint 210 ezer diák vett részt a programban. Az idén akkora volt az érdeklődés, hogy a 3 milliárd forintos keretösszeget további 400 millió forinttal megemelték. A híradó eddig tartott, de már jön is nemzeti sporthíradó Dedecsik Ferenccel, ha tehetik, tartsanak velünk!